Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Ünnep a megye több pontján is megemlékeztek 56 hőseiről. Egyeztetés, csak közös akarattal van esélye a romáknak a paksi beruházásban. Agrárlogisztikai központ 7 új munkáját hoztak létre a 600 fős NAK-on. Öngyógyítás interneten, veszélyes lehet, ha valaki orvos helyett a világhálót választja. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szekszárdon nem voltak látványos harcok 1956. októberében, mégis megmutatták az itt élők, hogy a szabadság népe vagyunk, mondta Ács Rezső polgármester a megyeszékhelyen tartott megemlékezésen. A szekszárdi kamarazenekar ünnepi hangversenyével vette kezdetét az 56-os ünnepség Szekszárdon, majd a Szent István téren folytatódott a megemlékezés. 1956. októberében városunkat is elérte a budapesti események szele. Ács Rezső polgármester ünnepi beszédében elmondta, Szekszárdon a felkelés a szokásos látványelemek nélkül győzött, mégis az itt élők is megmutatták, hogy a szabadság népe vagyunk. Nagyon fontos az, hogy megőrizzük ezt a szabadságot, és ugye a körülbelül világ elég komoly kihívások elé állít bennünket. Mindenkinek a saját területén, a családjában és a közösségében van feladata, van dolga, hogy ezért tegyen, és ugye, hogy ki tudjunk teljesedni tulajdonképpen, és azokat a célokat, amiket egy kisebb vagy közösség kitűz maga elé, vagy egy magánember akár a családban, azok teljesülhessenek, ahhoz szükség van arra, hogy biztonságban élhessünk mindenhol a saját településünkön, biztonságos hétköznapok mellett, szabadon gondolkodhassunk, szabadon fejezhessük ki a véleményünket. A közgyűlés Szabadságért Szekszárd kitüntető címet adományozott a szekszárdi kamarazenekarnak, melyet a megemlékezésen adtak át. Az ünnepi műsort idén a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István szakképzőiskolája adta, a megemlékezés koszorúzással zárult. Megemlékezéseket és díjátadásokat tartottak október 23-a tiszteletére Tolna megye több településén. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Dombóváron arról beszélt, kevés olyan család él Magyarországon, aki valamilyen módon nem érintett az 56-os eseményekben. Megyei körképünk következik. Bonyhádon az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából zajlott megemlékezés keretében idén is átadták a Boros Dezső díjat. A képviselőtestület Gulyás Péter testnevelőedzőnek adományozott, több évtizedes pedagógusi munkája, oktatónevelő tevékenysége, a sport iránti elkötelezettsége és diákjaival elért kimagasló eredményei elismeréséül. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke mondott beszédet. 56 nem csak atyáink története, hanem a nemzet egészéjé. Arról szól, hogy a lelkünkbe táplált szabadságvágy miként tör a felszínre. Arról szól, hogy a félelem nem volt és nem is lesz ura e népnek. Van nekünk egy zászlónk, mit nem tépednek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Dombováron az Apáczai Csere János szakközépiskolában tartott megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, a térség országgyűlési képviselője rövid történelmi áttekintés után elmondta, kevés olyan család van ma, aki valahogy ne lett volna érintett a forradalomban. Sokaknak el kellett hagyniuk a hazájukat, rájuk is emlékezni kell ilyenkor. Valamint azokra is, akik köztünk éltek. Potápi Árpád János elmondta, nagyon sokat kell még tenni azért, hogy a Tolna megyei forradalmi történéseket megismerjék, főként az ifjú generáció tagjai. A jelentősebb események akkor túlnyomó részt Bonyhádon történtek. Bonyhádnak két 56-os hőse van, Szakács Jenő, illetve Domokos Pius személyében. Szakács Jenő a mecseki harcokban esett el, Domokos Pius pedig Budapesten november
negyedikén vagy ötödikén, de hogyha 56-ról beszélünk, akkor a Nagykonyiban született, 1923. január 1-én született Tamási Lajosra is kell emlékeznünk, aki az egyik leghíresebb 56-os verset írta, a Piros a vér a Pesti utcán. Pakson az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen délután a Városháza előtti téren Bana János alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a politikai pártok, a civil szervezetek, intézményvezetők megkoszorúzták az emlékművet. Este a Csengei Kulturális Központban folytatódott az ünnepség, ahol a tehetséges paksi fiatalokért alapítvány idei díjazottjait jutalmazták, valamint Pro Urbe díjat vehetett át Faller Dezső. Az ünnepi szónok Szabó Péter polgármester megemlékező szavait Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolataival kezdte, a példaképek arra szolgálnak, hogy kijelöljék az utat, és megmutassák a célt, amiért küzdened és dolgoznod kell. A hőseiből, tanúiból még jó néhányan itt élnek közöttünk. Családjainkban szüleink, vagy nagyszüleink élőszóban tudnak beszélni az 50-es évek borzalmairól. Bátaszéken a Mansfeld-Kopjafánál az emléktáblánál történő koszorúzást megelőzően a Városháza előtt gyülekeztek az emlékezők. Ezúttal a II. Géza gimnázium tanára Péter Albert volt a vezérszónok, aki azután, hogy az akkori világpolitika legnagyobbjainak szavait idézte a magyar forradalomról és szabadságharcról, nevén nevezte Bátaszék legendás 56-os hőseit. A tüntetők a községi tanács vezetőinek távozását követelték, és a településen a közrend fenntartására létrehozták a Bátaszéki Nemzeti Bizottságot, melynek tagjai Keresztély Gyula, Lassú Jenő, Novák János, Péter Ambrus, Tölgyesi Gáspár és Várda Árpád voltak. Tolnán a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjainak Oly távol messze vagy hazám című zenészínpadi darabjával emlékeztek az október 23-ai forradalomra. A fiatalok az esemény után külföldre emigráltak, honvágyát, a szülőháztól való erőszakos elszakítás élményét mutatták be a nézőknek. Október 23-ának egyetlen üzenete van, az pedig a szabadság győzelme, mondta beszédében Apelshofer Ágnes polgármester. A szabadság győzelme a vereségben. Amikor október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és az erőszak drótozott össze, a szabadság és a bátorság előtt kártyavárként omlik le. Nagymányokon évek óta a művelődési ház otthont az október 23-i megemlékezésnek. Idén az általános iskola diákjai adtak műsort, az ünnepségen Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Kalbéla polgármester elmondta, az 56-os forradalmi események nagymányokat a harcok szempontjából nem érintették, az eseménynek azonban, mint az egész országban, itt is hatása volt, és kell, hogy legyen a mai időben is. Én ugyan 56-ban születtem, de pap gyerekként is azért az 56-os utózöngék igencsak érintettek bennünket, így mondhatom, és a bennünket nem csak családra vonatkozik, hanem mindazokra vonatkozik, akiket az akkori politika, hogy úgy mondjam, megérintett, és vannak emlékeim. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis sokat kell, hogy mondjon a mai fiataloknak, és úgy azt is gondolom, hogy ennek az emléke nem hanyagolható. Dunaföldváron a Városi Művelődési Házban gyűlt össze az ünneplő tömeg, ahol a Magyar László Gimnázium 10. évfolyamos diákjai adtak ünnepi műsort. Horváth Zsolt polgármester köszöntőjében időutazásra hívta a megjelenteket, kiemelve, vajon a ma embere mit tenne, hogyan gondolkodna 56-os körülmények között. Bibó István szellemi örökségét, a szabadság és a félelem gondolatait hívta segítségül. Az ünnepséget követően Dunaföldváron elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Városháza falán lévő emléktáblánál. Hála és a köszönet, meg a főhajtás, az tényleg azoknak az emberek, akik október 23-án elmentek, majd utána ezekben a harcokban az életüket adták, vagy szabadságukat, azok tényleg megérdemelnek tőlünk mindig egy főhajtást, de nem csak azt szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nem csak egy nap, talán egész életünkben.
A Paks 2 beruházás adta munkalehetőségekről tárgyalt a Tolna megyei roma vezetőkkel Süli János, a beruházásért felelős miniszter. A megbeszélésen elhangzott, nincs esély a munkaszerzésre abban az esetben, ha a romák családi alapon próbálnak jelentős munkákhoz jutni, mert nincs megfelelő munkaerejük és tőkéjük a szerződéskötéshez. Süli János nyomatékosan kifejtette, csak egységes szervezetben van esély arra, hogy számításba lehessen venni a megyei romákat a versenyhelyzetben, annak ellenére, hogy jelentős számban lesz lehetőség a foglalkoztatásukra. Itt van szándék, de mindenhez ugye komoly munkát kell végezni. Őket is legjobban az nehezíti, hogy mindenki maga akar érdeket érvényesíteni. 7 új munkahely jött létre az alig 600 fős Észak-Tolna megyei NAKON egy szerdán átadott agrárlogisztikai központnak köszönhetően. A szárító és előfeldolgozó üzemben tökmaggal foglalkoznak majd a szakemberek, amit elsősorban az élelmiszer és a gyógyszeripar számára értékesítenek tovább. A tulajdonosok célja, hogy az agrárlogisztikai központ rövid időn belül igazi termelő üzemmé váljon, ahol például tökmagolajat is lehet sajtolni. Már dolgozik a szárítógép az Észak-Tolna megyeinak új agrárlogisztikai központjában. A tökmag előfeldolgozására, szárítására és tárolására alkalmas üzemet a régi TS iroda épületében alakították ki. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a helyben termelt és szárított tökmagra már most rengeteg megrendelésük van, elsősorban az élelmiszeripar részéről. Egy olyan beruházást valósítunk meg, amivel egy egyszerű termék, egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudunk előállítani, és úgy gondolom a piac ma erre fogékony, és lehet vele foglalkozni. Az üzem többségi tulajdonosa a helyi önkormányzat és az itt dolgozók is a településről kerültek ki. A beruházás ezért nem csak jelentős helyi adóbevételt hoz a falunak, de az alig 600 fős NAKON 7 új munkahely is létrejöhet, ami a polgármester szerint jelentős eredmény. Fontos, hogy minél több embert helyben tartsunk, és ez nem megy egyébként, mint a helyi munkahelyeknek a megteremtésével. Ez egy kiváló alkalom. Tervénk szerint ebben az üzemben 5-7 főnek tudunk első körben munkát biztosítani, ezáltal itt tartani őket. Az agrárlogisztikai központ a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP program 110 millió forintos támogatásával épült meg. A megyei önkormányzat elnöke szerint a Tolna megyének így jutó 27,5 milliárd forint azt a célt szolgálja, hogy a települések erősödjenek gazdaságilag, és hogy a helyiek ne akarjanak elvándorolni még a kis falvakból sem. Ezek az igazi megtartó erők a vidéken, tehát hogyha egy ilyen kis településen megtelepedik egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó ipari vállalkozás, az nyilván itt fog munkaerőt keresni, itt talál a környéke munkaerőt, itt termelteti meg a magot, és itt fogja dobozolni lényegében a készterméket. A NAKI agrárlogisztikai központot a jövőben tovább bővítik. A cél, hogy a tökmagot helyben sajtolják és olajat készítsenek belőle, valamint hogy az étkezési tökmagot is így zacskózzák be. Akár visszafordíthatatlan következményeket is okozhat, ha valaki az internet segítségével önmagát próbálja meggyógyítani, pedig a jelenség egyre gyakoribb. A háziorvos azt mondja, főleg a fiatalabb korosztályra jellemző, hogy akár konkrét gyógyszerezési igénnyel érkeznek a rendelőbe. Csak néhány kattintásra van szükség ahhoz, hogy az interneten bárki találjon házi praktikákat a fejfájása kezeléséhez. A világhálón rengeteg fórumon osztják meg a betegek a panaszaikat és a vélgyógymódokat egymással. Egyre gyakoribb, hogy az orvoshoz a betegek egy része már maguk által az internet segítségével felállított diagnózissal érkezik. A feltétel érzi azt, hogy nem úgy járunk el, ahogy szeretné. Az internet segítségével önmagunkat diagnosztizálni veszélyes, kifejezetten káros is lehet. Ezt mondja a házi orvos. Schranz Robert, ez leginkább a fiatalabb korosztályból érkeznek, akár konkrét gyógyszerezési elképzeléssel is a betegek. Akkor veszélyes, hogyha csak az internetről vagy más termékekből tájékozódnak, és nem kérik ki a véleményünket a kezeléshez. Akkor lehet veszélyes. Vagy esetleg a kuruzslókhoz fordulnak, ami manapság is sajnos még létezik. A házi orvos azt mondja, a legtöbb gondot az orvosi kontroll nélkül használt az interneten megrendelt koleszterin szint csökkentők és az izomtömegnövelő szerek okozzák. Ezeknél ugyanis könnyen előfordulhat visszafordíthatatlan májkárosodás.
Több mint 30 résztvevővel rendezték meg az országos Baka István vers és prózamondó versenyt. A kétnapos találkozó első napján mérték össze tudásukat a versmondók, míg a második nap a műhely munkáé volt. Baka Tünde, a költő felesége azt mondta, megnyugtató, hogy a szekszárdi költő emlékét gondozó alapítvány Szekszárdra került, és ezzel biztosítottá vált a működés folytatása és a Baka életmű gondozása. A részletekről a Kultúrszobában számolunk be bővebben. Az Operát az Operából sorozat részeként a Magyar Nemzeti Balett Klasszikus és Modern című előadásával lépett fel Szekszárdon. A világ 10 legismertebb balett együttese között jegyzett társulat olyan produkciót mutatott be, mely a világ balettirodalmának ismert darabjain keresztül vonultatja fel a Nemzeti Balett repertoáriának legszebb műveit, amivel rövidesen New Yorkban vendégszerepel a társulat. Másodszor is Szekszárdot választotta a Magyar Kupa országos versenysorozat egyik futamának helyszínéül a Magyar Kerékpárosok Országos Szövetsége Terepkrossz Bizottsága. Tavaly kitűnő helyszínnek bizonyult az ötös iskola és a lakónegyed övezte városi terület, ahol most is egy egész napon át folyamatos verseny zajlott a legjobb magyar cyclocrossosok között, a kezdő gyerekkorosztálytól egészen a masterekig. Bővebben a Kerékpáros Berkekben népszerű szakák szekszárdi versenyéről Pálya című sportmagazinunkban láthatnak. A Sötétvölgyi Parkerdőben rendezte meg 3D íjász versenyét szombaton az Aliszkanyilai Íjász Egyesület. A közel 300 induló 24 különböző célra lőhetett, mint például a Magyarországon őshonos őz, szarvas vagy róka. Emellett egzotikus vadak is akadtak, így tigrist, medvét is célba kellett venniük az indulóknak. A verseny a dél-dunántúli régiós 3D sorozat utolsó állomása volt. Az Aliszkanyilai Íjász Egyesület versenyzői 7 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 3 bronzérmet szereztek. Regionális híreink következnek. Légszennyezettség Pécsen, egészségtelen mértékű a szállópor. Lakástakarék helyett csok, erről is beszélt az államtitkár Siófokon. Fogyasszunk több hazai mézet, Pécsen kóstoltatták termékeiket a baranyai méhészek. A szállópor magas koncentrációja miatt számos helyen, többek között Pécsett is kifogásolható a levegő minősége. Mára ez az érték már az egészségtelen szintet is elérte. A pécsi mérőállás péntek délelőtt 11 órakor igen magas értéket mutatott. Ez már meghaladta az egészségügyi határértéket, de még nem érte el a smogriadó fokozatát. A szállópor szemirritációt, köhögést és fejfájást okozhat, extrém esetben azonban halálos is lehet. Ilyenkor kerülni kell a szabadban tartózkodást. A szakember szerint azonban sokat tehetünk azért, hogy minél kevesebb ilyen anyagot termeljünk. A lakosság nagyban hozzájárulhat, hogy a levegőminőség további romlását megakadályozza, hiszen hogyha megfelelő tüzelési módszereket választanának, az sokat segítene, illetve bizonyos tüzelőanyagokat kerülnének, mint például a szenet, illetve hát a közlekedés egy fontos szempont még, hogy a saját gépjárművek helyett tömegközlekedést választanák, az is nagyban hozzájárulna a további levegőminőség romlásának a megakadályozásához. A bátaszéki Szent Orbán kápolna mellett álló molyhostölgy sikere után 3 évvel idén a pécsi Havihegyen álló mandulafa győzött az évfája versenyben. Valószínűleg már az ókorban a rómaiak is ültettek mandulafákat Szofiánéban, de Pécs a török hódoltság alatt vált először híressé mandulatermesztéséről. Az 1880-as években a filoxéra járvány során kipusztult szőlők helyére is telepítettek mandulásokat a város környékén, leginkább ekkorra tehető a Havihegy legöregebb fáinak, így az évfájának ültetése is. A július óta tartó online szavazás végén több mint 1000 szavazattal előzte meg a második helyen állót a pécsi mandulafa. A lakástakarék pénztárat felváltó csok, a Sargentini jelentésre beadott fellebbezés és a 2021-27-es támogatási időszak is téma volt a Polgári Kávéház második rendezvényén. Az eseményen Rákosi Balázs, az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár arról beszélt, a magyar kormány egyértelműen elutasítja a Sargentini jelentés egyes pontjait, amelyekben hazánk migrációs politikáját elítélik.
Közel 60 milliárd forintra tettek szert a bankok 2010 óta a lakástakarékpénztáraknak köszönhetően, ezért is döntött úgy a kormány, hogy ezen túl csak a családok otthonteremtési kedvezményét támogatja, s így az állami támogatást csak az ügyfél veheti igénybe anélkül, hogy a bankok nyerészkednének. Sokkal szélesebb és sokkal tartalmasabb megoldást kínálhat a magyar családok, a magyar szülők, a magyar emberek számára, mint a lakástakarékpénztárak. Áttekinthetjük a lakástakarékpénztárak elmúlt 10 éves működését, és a kormány úgy ítélte meg, hogy a lakástakarékpénztároknak nyújtott pénzek csokba való átcsoportosításával a lakások helyzet, a családok lakáshelyzete sokkal hatékonyabban és sokkal kedvezőbben oldható meg a következő időszakban. A lakástakarékpénztár átalakulásáról is beszélt Rákosi Balázs Siófokon. A Polgári Kávéház második rendezvényén az Európai Uniós forrásokért felelős államtitkár beszédében a sargentini jelentés ellen benyújtott kormányzati fellebezéséül is szólt. Alapvetően a migrációs politika az, amelynek a megítélése, az uniós megítélése alapjául szolgál a sargentini jelentésnek. Politikai támadásnak vesztük, ezért az erre adott magyarországi kormányzati válaszok is politikaiak, hiszen hoztunk egy parlamenti határozatot, amelyben visszautasítjuk és elutasítjuk a sargentini jelentésben foglalt megállapításokat. Az EU mintegy 35 milliárd eurót fordítana a migráció támogatására, ezt az összeget pedig az országoktól elvont támogatásokból fedezné, így kevesebb jutna az agrár és a vidék fejlesztése is, ezt már Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője mondta. A visegrádi négyek azonban egy erős szövetséget alkotnak, így az EU-s intézkedésnek is együtt állnak ellent. Évente 80-90 dekagram mézet fogyasztanak a magyarok, míg a nyugat-európai átlag ennek a többszöröse. A magyar méz ezért elsősorban külföldre kerül, így a kiváló minőségű, egészséges élelmiszer alig ismert idehaza. Ezen változtatnának a termelők Baranya megyében, ide méz elnevezéssel ingyenes kóstoltatót tartottak a pécsi Kossuth téren. Vegyes virágméz, napraforgóméz, hársméz, többek között ezekből a mézekből kaptak kóstolót a pécsi Kossuth téren arra járók pénteken. Én nagyon sokat fogyasztok, extrém sokat, 60 kilót egy évben. Jó a családdal, de annak a 80%-át én eszem. Minden reggel két nagy kanál méz, citrom, meleg víz, tökéletes. Azonban nem ez a jellemző a magyarokra. Évente 80-90 dekagrammot fogyasztanak mézből. Nyugat-Európában ennek többszörösét eszik meg az emberek. Ezért szeretnének javítani az ilyen kóstoltatásokkal, népszerűsítéssel, a hazai fogyasztáson az Agrárkamarával közösen. A jelenlegi program sorozat, ez az úgynevezett ide méz program, ami két évvel ezelőtt indult, és kóstoltatni szoktunk közösen a kamarával, illetve a kamara kapcsolódott hozzánk az Országos Magyar Mészeti Egyesülethez, az Iskola Méz programban, és ott is a gyerekeknek kóstoltatjuk aznap a termelői mézeket. 2018-ban Nagy Dezső méze nyerte azt a Baranya megyei mézversenyt, amiből több mint 100 kilót fog a Baranya megyei önkormányzat felvásárolni, promóciós, marketing célokra. Ezzel is szeretnénk a Baranya megyei méznek a jó hírét öregbíteni, hogy nagyköveteknek, konzuloknak, vállalkozóknak fogjuk ajándékba adni, vigyék a Baranya megyei jó hírét. Így népszerűsíti az amúgy is kiváló megyei mézet a baranyai önkormányzat. Ezért viszik be az iskolákba a mézet, hogy nőjön az éves 1 kg alatti fogyasztás az egészségtelenebb cukrokkal szemben. Cukorból éves szinten 42 kilót viszünk. Ezt egymással szembe kell állítani, hogy például az a természetes édesítőszer a mesterséges édesítő alapanyagokhoz képest milyen kevés számban jut be, vagy megfordítom, milyen nagy számban jut be nem természetes édesítőszer a saját szervezetünkbe. Úgy gondolom, hogy minden szülőnek erre figyelni kell, hogy gyermeke inkább a mézet fogyassza, és ne a cukrot. A hatóság 30-40 méhésszel közösen felügyel arra, hogy egészséges legyen a méh állomány Baranya megyében. Végül nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Ünnep, a megye több pontján is megemlékeztek 56 hőseiről. Egyeztetés, csak közös akarattal van esélye a romáknak a paksi beruházásban. Agrárlogisztikai központ 7 új munkahelyet hoztak létre a 600 fős NAK-on.
Öngyógyítás interneten veszélyes lehet, ha valaki orvos helyett a világhálót választja. Csütörtökön elszórtan kisebb eső, záporeső is hullik, napsütésre a délután folyamán van több esély, éjjel a nyugati szél tovább gyengül, hajnalban párásság, ködfoltok képződhetnek. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képeket, videókat is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!